Újságíróként az elmúlt években a világ számtalan pontján dolgoztam. Megtanultam, hogy csak az tud napra kész maradni, aki igazi szakemberekkel, profi csapattal dolgozik. Kollégáimmal azon vagyunk, hogy elsőkézből jussunk hiteles információkhoz. Friss hírek első kézből. Büszke vagyok rá, hogy a híradó nézőinek esténként elmondhatom a legfontosabbakat. Anyaként és újságíróként is megtanultam, hogy csak az lehet biztos a dolgában, aki mögött megbízható a háttér. Igazi csapat, békés család és profi kollégák. Együtt dolgozunk azon, hogy elmondhassam a legfontosabb híreket a legpontosabban. Híradó. Biztosak lehetnek benne. Ami nélkülözhetetlen a hírek világában. Gyorsaság, pontosság, nyitottság a világra. Folyamatos fejlődés, megújulás. Mindez persze kitartással. A tapasztalatok, információk megosztása, hogy tökéletesebb legyen a világ. Híradó Siklós Andrással. Brüsszelben reggelente 20 nyelven ömlenek a hírek. Itt így kezdődik a nap. 25 éve vagyok újságíró, a világ számtalan pontjáról tudósítottam. Bonyolult és izgalmas. Megtisztelő érzés, hogy mindenről én beszélhetek a híradó és az este nézőnek. A helyszínről hozzuk a híreket. New Yorkban az élet mindig izgalmas. Mindig valami újat mutat Amerika, pedig azt hinnénk, hogy ma már akár az interneten is mindent megtudhatunk róla. Csak közelről lehet megérezni, hogy mennyire élhető és emberi ez az ország. Egy világhatalom, amely néha esendő is tud. Megtisztelő, hogy mindezt megoszthatom a híradó és az este nézőivel. A helyszínről hozzuk a híreket. Telik el úgy nap, hogy Amerika hírei ne érintsék az egész világot. Politika, üzlet vagy kultúra. New York nem követi, hanem diktálja a trendeket, vagy a siker, vagy sokszor a bukás irányába. Magyarként Amerikában fel kell venni a gyors, kemény tempót. Világlátást az ad, ha hajlandóak vagyunk meglátni magunk körül a világot. Bombera Krisztina, az M1 híradó New Yorki tudósítója. Döntései Brüsszelben születnek. Az Unió mindannyiunk jövőjét formálja. Az európaiak, így mi magyarok is, pedig az Uniót. Nap mint nap érvek, álláspontok csapnak össze, de a cél mindig a megegyezés. Ebben a városban nem üres szenzációkra vadásznak az újságírók. A döntések okait és következményeit akarják bemutatni. Felelősen, elfogulatlanul. Víg Zoltán, az M1 híradó brüsszeli tudósítója.